Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket. Önök június 26-án szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is. Tataváros önkormányzat képviselő testülete június 26-án tartotta meg soron következő ülését. A felek 13 napi rendi pontot tárgyaltak. A grémium többek között a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény tevékenységéről hallgatott meg beszámolókat, ezen kívül a témák között szerepelt a zöld busz program, valamint a felszín alatti és felszíni vizek aktuális állapota. Az ülés összefoglalóját a következő percekben láthatják. A képviselőtestület ülést megelőzően a 9-i választásokon sikert elért önkormányzati képviselők mandátumait vehették át. Ezt követően pedig a város közszolgálati díjának átadása következett. Ilyenkor júniusban a testületi ülésen egy korábbi döntésünknek megfelelően, amin 2010-ben döntöttünk róla, hogy minden évben egy valakit külön is díjazzon a Tataváros önkormányzata, mint aki a közszolgálatáért, közszolgaként végzett munkáját olyannak ítéljük meg. Az idei esztendőben Schweikhardt Ottóné Marika kapta azt a kitüntetést, amelyet erre a célra alapítottunk. Ebben megköszöntük az ő munkáját. Ő az, aki a beszerzések, közbeszerzések szakmai segítője a hivatalban, ő tartja a kapcsolatot a közbeszerző cégeinkkel, ő tartja a kapcsolatot a városvezetéssel, letekintetben a jegyzőúrral, és alakul ki általában az ő munkájának köszönhetően az a közbeszerzési eredmény, amit aztán jóvá hagyunk. Hálásak vagyunk neki, valóban nagyon odafigyelve, szorgalmasan, és mindenkinek a kérdésére mindig azonnal válaszolni képes kollégáról van szó. Jó Isten éltesse őt, és köszönjük a szolgálatát. A képviselőtestület 15 napi rendi pontot tárgyalt meg, ezek közül 3-at zárt ülésen. Első napi rendi pontként a Tatai és Környéke Turisztika Egyesület 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját tárgyalták, ez napi rendi pont B pontjaként pedig ugyanennek az egyesületnek a 2024 évi szakmai és pénzügyi tervét. Az önkormányzat ebben az egyesületben, a Tatai és Környéke Turisztika Egyesületben egy tag. Nem ugyanolyan tag, mint a többiek, most már elég szép számban vannak tagjai ennek az egyesületnek, amelyiknek magánszemélyek vagy vállalkozások, cégek lehetnek, önkormányzatok lehetnek a tagjai, akiknek bármi módon valahogy szükséges egyrészt az, hogy egy ilyen szervezetben részt vegyenek, mert így tudnak esetleg a pályázatukhoz szakmai támogatást kapni, vagy pedig azért, mert egyszerűen ebben dolgoznak, és jól érzik magukat ebben a közösségben. Egy olyan közösség alakult így ki, akik a turizmusból élve, egymást segítve tudnak dolgozni. Az önkormányzatunk azért különleges tag, egyrészt mert alapító tagja is ennek az egyesületnek, másrészt mert a legnagyobb támogatást mi adjuk. Az eredeti alkalomnál az a döntés született, hogy a mindenkori idegenforgalmi adóbevétel 50%-át adja az önkormányzatunk ennek az egyesületnek támogatásként, amit aztán meghatároztunk persze úgy, hogy maximum 25 millió forint ez az összeg, amit évente így az önkormányzat átad. És ezért a testület számára mindig beszámol ez az egyesület arról, hogy ezt a pénzt hogy használta fel, milyen feladatokat végzett, hogy halad a Tata és környékének a turisztikai fejlesztéseivel, ami elsősorban mondjuk itt szakmai fejlesztésekre kell gondolni, nem mindig valami létrehozására, de ez is történt, tehát van több olyan projektjük, amit ők maguk csináltak. Köszönjük az ő szolgálatukat, munkájukat, további sok sikert kívánunk a turizmus terén az egyesületünknek. Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések sorában egyet tárgyaltak, ennek témája a zöld busz program volt. A Volán Busz ZRT, ez az új neve, ugye valamikori Vértes Volánnak, azzal a lehetőséggel kereste meg az önkormányzatunkat, hogy 6 új elektromos buszt kaphat az önkormányzatunk egy pályázat keretében. Nem az önkormányzatnak kellett pályázni, hanem meghívásos alapon a Volán Busz ZRT-t is meghívták erre a pályázatra, és beadhatott pályázatot, durván 100 autóbuszt
fognak most Magyarországon helyi közlekedésbe bevonni. Így Tata is ezt a lehetőséget megkapta, hogy ezt korábban már többször is elmondtam és jeleztem. Ennek az autóbusz projektnek most ahhoz a részéhez érkeztünk, hogy az önkormányzatunknak egy nyilatkozatban az ezzel való tulajdonképpen fogadó készségét kellett megfogalmaznia. Erről döntött ma a testület, hogy igen, szeretnénk, hogy ezek az autóbuszok Tatára jönnek, igen, vállaljuk az ezzel együtt járó, az önkormányzatunkra háruló feladatokat a jövőben. Nem könnyű ez a dolog, hiszen nem látjuk pontosan azt, hogy ma még Magyarországon nagyon gyerekcipőbe jár az elektromos autóbuszok használata, nem látjuk pontosan azt, hogy ez milyen hatással lesz az önkormányzatunk helyi közlekedésére. Végül is az alapján döntöttünk mellette és támogattuk ezt a dolgot, hogy új buszok érkeznek Tatára. Ez durván 1 milliárd forint értékű beruházást jelent, amire az önkormányzatunknak saját pénze soha nem lesz. A másik dolog pedig az, hogy ezt most pályázati pénzből kapta a Volán is, tehát ilyen értelemben nem háríthatja ennek a költségét tovább az önkormányzatra. Az üzemeltetési költsége viszont nagyjából ugyanaz, mint a régi buszoknak. Tehát a sofőr ugyanannyiba kerül, üzemanyag ugyanúgy kell bele, lehet, hogy ott valamivel olcsóbb lesz az üzemanyag, mint a gázolajat vennénk. De mégis összességében az látszik, hogy olyan komoly üzemeltetési költségcsökkenés egész biztosan nem lesz ezeknek a buszoknak a beállításával. Tehát elsősorban az utazó közönség élvezheti majd ezt, mert hogy gyönyörű új akadálymentesített, légkondicionált autóbuszokkal tud utazni Tata városában. Ezért támogatta a képviselőtestület ezt az előterjesztést. Három napi rendi pontot tárgyaltak, amely vagyongazdálkodáshoz kapcsolódott. Az első, az pedig a Tata ipari park bővítéséhez, egyes ingatlanok belterületbe vonásáról szólt. Három ingatlant jelzett a Barina Kft. Vezetése, amelyben azt kérte, hogy vonja belterületbe az önkormányzat. Ezt a feladatot az önkormányzat tudja csak elvégezni. Jelenleg 53 cég működik a déli ipari parkunkban, 1800 ember dolgozik ott. Egyetlen olyan helyszíne a városnak, ahol igazán komoly további fejlesztésekre van lehetőség. Most ezzel a belterületbe vonása 10 hektárnyi újabb terület kerül bevonásra az ipari parkba. Ahogy korábban jeleztem a tataiaknak, egy új befektető érkezik Tatára, az előszerződés aláírásra került. Ennek következtében, ha véglegesül minden úgy lesz, ahogy a befektető szeretné, akkor ősz folyamán a végleges szerződést is alá tudják írni. Ez azt jelenti, hogy egy 7 hektáros területet a Barina értékesíteni tud. Tehát további új területek bevonása az ipari parkba mindenképpen szükséges, hogy a további fejlesztések során további befektető igények kielégítése megtörténhessen. A Ferencmajor mellett található ingatlanok jövőbeni hasznosításáról is tárgyaltak? Itt három ingatlanunk van, amelyek természetvédelmi területet is érintenek, ezek főleg rétek. Ebből kettőt a korábbi bérlőnek adunk át további hasznosításra, bérleti szerződés formájában, és egyet pedig kiír az önkormányzat pályázatra. Megállapodás megkötéséről is határoztak a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel területrész rendezésére vonatkozóan. A Bajai út végén a Továroskerti vasútállomásnál van egy olyan kicsi útszakasz, 1000 négyzetméteres terület, aminek a pontos használati rendjéről kellett külön most határoznunk, ezt tettük meg. Két napi rendi pont szólt humánszolgáltatásokról, az első az beszámoló a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény tevékenységéről, e napi rendi pont B pontjaként pedig tájékoztató hangzott el a Tatai járóbeteg szakellátás helyzetéről. Hálás köszönet a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézményünknek, köszönjük szépen az ő munkájukat. Ugye sokat csökkent az elmúlt időszakban az ő feladatkörük, hiszen a védőnői hálózat, amelyiket eddig teljes egészében ez az intézményünk felügyelte, részben maradt már csak itt, az iskola védőnők vannak továbbra is az önkormányzat feladatkörében, a többiek átkerültek a vármegyei kórházhoz.
A jövőben ennek a feladatnak az ellátása még elképzelhető, hogy tovább szűkül, hiszen az is lehetséges, hogy az iskola védőnök is átkerülnek az állami fenntartásba. A másik oldalon pedig a kórház évente kérésünkre beszámol arról, hogy a szakrendelés milyen módon folyik a városban. Az Szent Erzsébet kórház mellett lévő szakrendelőnk, vagy azzal együttműködő szakrendelőnkben a szakmáknak a nagy részével semmiféle probléma nincs, tehát folyamatos az ellátás. Vannak olyan szakmák valóban, ahol ideiglenesen, időnként orvoshiány miatt nem mindig sikerül a rendelési időt teljes egészében biztosítani. Azt kértük most a kórház vezetésétől, hogy erre kifejezetten figyeljen, és a kis testvérre nagyobb legyen az odafigyelése, mint a nagy testvérre, a tatabányára, hiszen mindig a kicsivel van a szorítóbb probléma esetenként. Másik kérdésemre viszont az is elhangzott, hogy ősz folyamán várható, hogy a jelenlegi rehabilitáció átkerül tatabányára, megürül a Szent Erzsébet kórház épületünk, és ebben közösen gondolkodunk egy jövőbeni projektről. Az elképzelésünk az, hogy valami fajta olyan hospice-szerű ellátást tudjunk biztosítani, ahol a ápolásra, nagy betegeknél komoly ápolásra van szükség, illetve az utolsó stádiumban lévő, az életük vége felé járó nagy betegeknek a szakszerű ellátása, amit otthon nem tud biztosítani a hozzátartozó, de mégse kelljen messze menni neki látogatni, ha akar naponta akárhányszor bemehessen a beteghez, az idős hozzátartozójához, vagy a nagybeteg hozzátartozójához. Tehát, hogy az élet utolsó nehéz fázisában is méltó körülményeket tudjunk biztosítani a hozzátartozóinknak, ezen dolgozunk, hogy egy ilyen intézményt hozzunk létre. Négy beszámoló következett ezt követően, elsőként a képviselőtestület által alapított közalapítványok 2023. évi beszámolói, így többek között a Tatai Televízió közalapítvány, a Szociális Háló közalapítvány és a Tatai Mecénás közalapítvány. Szeretném megköszönni a kuratóriumoknak a munkáját, hiszen ezen intézményeink, vagy ezen közalapítványok kuratóriumai tiszteletdíj nélkül végzik ezt a feladatot. Hálásak vagyunk nekik ezért az önzetlen szolgálatért. Ugyanakkor pedig nagyon fontos feladatot látnak el, hiszen a televízió a város tájékoztatását végzi, a Szociális Háló közalapítványunk a rászorulóknak egy többlet segítség lehetőségét hordozza, amit a város nem tud biztosítani különböző okok miatt, esetleg akár jogi ok miatt is, azt egy közalapítvány könnyebben teheti meg, illetve az a mecénás közalapítványunk, amelyik pedig ösztöndíjakat alapított az elmúlt időszakban, például az Eszterházi ösztöndíjat, amelynek következtében tatai, magas művészi kvalitású fiatalokat tudunk olyan támogatásban részesíteni, aminek segítségével tudnak a szakmai pályájukon túllépni. Köszönet a közalapítványainknak. Visszatérő napi rendi pontként hangzott el az a tájékoztatás, amely a felszín alatt és a felszíni vizek aktuális állapotáról szólt. Ez is most már hosszú ideje egy állandó előterjesztése az üléseinknek, és ez így is fog maradni, hiszen nagy szükség van arra, hogy a vizeink állapotáról, akár legyen az a felszín alatti, tehát a forrásvizek, a karszvizek, vagy a felszínen lévő vizek, a tavaink, vagy a patakjaink, és az ivóvízellátáshoz kapcsolódó feladatainkat rendre áttekintsük. Az a jó hírem van, hogy nem csökkent, tulajdonképp stagnál, azt lehet mondani, a jelenlegi karszvízszint. Meglátjuk, hogy ez a tavaszi esőmennyiség beszivárgás után mit hoz a forrásainkban. A ivóvízellátás fejlesztésével kapcsolatban tájékoztatást adtunk arról, hogy az Újhegyben, az utolsó két dűlőben az ivóvíz fejlesztésnek a tovább lépése azt jelenti, hogy kiküldtük a levelet mindenkinek, a 9. dűlőbe
fog elindulni az ivóvízellátásnak a kiépítése, konkrét kiépítése. A nyilatkozatokat várjuk vissza az ott lakóktól, vagy az ottani tulajdonosoktól. Ez el tud indulni, és a 10. dűlőbe pedig legalább egy vízvételi pontot létesítettünk. Nagyon sajnálom, hogy a különböző adminisztrációs és egyéb jogi hátráltatásnak a következtében még mindig nem folyik a víz abból a csapból, de remélem, hogy most már valóban eljutunk oda, hogy közvetlen közelről is tudnak ivóvizet vételezni az ott élők, vagy ott tulajdonosként megjelenő tataiak. Az Európai Uniós pályázatokról és a magyar kormány által biztosított támogatásról szóló tájékoztató szintén visszatérő napi rendi pont. A pályázataink sorában új lehetőségként nyílt meg nem túl régen az az interreges pályázat, amiben az angol kert épített részeinek a felújítását fogjuk elvégezni. Tegnap is éppen erről egyeztettünk a galántai városvezetéssel. Velük közösen nyertünk el egy interreges pályázatot, amiben a műromokat, a török mecsetet, a barlangot, a griffmadarakat és kiegészítésként a szép szobrát Nepomuki Szent Jánosnak itt a Várkanyarba fogjuk felújítani. Elindult ez a projekt is, folyik az adminisztratív előkészítése is, mellette párhuzamosan pedig a tervezés folytatódik, hogy mielőbb a kivitelezés is elindulhasson. Humán területre nyertünk 100 millió forintot az elmúlt hónapban. Ennek a részleteinek, felhasználásának a részleteinek a kidolgozása is folyik. Ilyen pályázatunk korábban már volt, nagyobb összegű, most egy 100 millió forintosat tudtunk nyerni. Remélem, hogy ez is nagy segítség lesz a város kulturális, szociális területén végzett feladatainknak. És a többi pályázatunk esetében, akár a Komáromi 2, ahol orvosi rendelőt fogunk építeni, akár a most folyó kerékpárút fejlesztési projekt, illetve a csapadékvíz megtartó rendszer építése, esetenként az elvezetők kiépítése a tervezési szakaszban van. Remélem, hogy mi hamarabb azzal is már konkrét lépések történtek. Már úgy értem, hogy ezek is konkrét lépések, csak a megvalósítást szeretik az emberek látni, amikor tényleg már a kapavágás elindul, és le van zárva a terület, mert itt építkezés folyik. Ugyanez igaz a kertvárosi óvodára. Nagyon remélem, hogy a közbeszerzést hamarosan ki tudjuk írni, és ki tudjuk választani a kivitelezőt. A képviselőtestületi ülés zárt üléssel fejeződött be, ezt követően pedig Mik József polgármester a jelenlévőket a Semmelweis napi ünnepségre invitálta. Minden esztendőben megköszöntjük az orvosainkat, az ápolóinkat, azokat a munkatársakat, akik az egészségügyben tatán dolgoznak. Most az idén azt találtuk ki, egy jó javaslatot kaptam Vicenáné Cégény Ágnes képviselőasszonytól, hogy invitáljuk meg a környékbeli kis települések, tehát a kis térségünkben dolgozó egészségügyi dolgozókat is. A település vezetők ezt jó néven vették, és hozzá is járulnak ehhez a kis ünnepséghez maguk is, és így tulajdonképpen azt mondhatom, hogy egy kis térségi ünnepségünk lesz a ma délután, ahova az egészségügyi államtitkár is ígérte, hogy belátogat és beszédével megbuzdítja azokat a munkatársainkat, azokat a tatai egészségügyben dolgozókat, akik áldozatosan végzik a gyógyító munkájukat. Hálásan köszönjük nekik is a szolgálatot, a Jóisten éltesse őket. Az idei esztendőben is nagy szeretettel invitálok mindenkit a Vízene Virág Fesztiválra. Folytatódik ez a nagyon régen kitalált, nagyszerű tatai fesztivál esemény, ami a családok, tatai családok elsősorban, de hozzánk látogató családoknak is az egyik legnagyobb fesztiválja Magyarországon. Nagyon izgalmas, szép programot raktak össze a szervezők. Szeretném nagyon megköszönni az új szervezőknek is, természetesen, de a régieknek is újra meg újra azt a szeretetet, amivel ezt kitalálták, létrehozták. Ezt a programot az utolsó időszakban, az elmúlt időszakban Esősi András úr, aki az egyesület vezetőjeként fogta össze ezeket a munkákat, nagy-nagy szeretettel végezte ezt, és nagyon izgalmas, jó programokat állítottak össze évről évre. Hálás köszönet nekik, ahogy a kezdeményezőknek is, azoknak, akik a kezdetek kezdetén elindították ezt a fesztivált.
jöjjenek el, érezzék jól magukat, kapcsolódjunk ki ezen a hétvégén, hívják el a barátaikat. Nagyon-nagyon szép hétvégét kívánok minden kedves látogatónak, és elsősorban minden tatainak. Tájékoztatjuk a tataiakat, hogy a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal alvállalkozó bevonásával végzi a város közterületein a kémiai növényvédelmet. A tervezett növényvédelmi kezelésre június 27-e és július 10-e között kerül sor a város kiemelt helyi jelentőségű vadgesztenye fasoraiban. A permetezést a Kecskeméti Növényvédő és Kártevő Írtó Kft. Végzi. A munkavégzést következtében kialakuló átmeneti kellemetlenségekért és a permetezéssel járó zajhatásért megértésüket és türelmüket kérjük. Tatami hét címmel a Talentum iskola grafikus diákjainak és művésztanárainak tárlatával is kapcsolódik a Kunidomokos Múzeum az idei Vízzene Virág Fesztivál programjaihoz. A kiállítás a Tatai Vár első emeleti kiállítótereiben június 27-én csütörtökön délután 5 órakor nyílik, és 60 alkotáson keresztül nyújt bemutatkozási lehetőséget a szakgimnázium tehetséges grafikus növendékeinek, valamint tanárainak. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök június 26-án szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen magazinműsorunk következik, amelyben a hétvégi rendfesztiválról készült összefoglalónkat láthatják. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!